A hétvégi akcióban a valamikori etnokamp környékét tisztították meg az önkéntesek. Az illegális bevándorlók és az embercsempész bandák táborai voltak ezen a területen. Az illegális migráció okozta szemét hátrahagyás miatt intézkedtünk mi civil emberek, tehát amennyi mennyiségű szemét maradt a migránsok után az erdőbe, az rengeteg, nem hagyhatjuk, hogy az az erdőbe maradjon. Az erdőtisztító akciót idén második alkalommal szervezték meg. A márciusi akció során mintegy 5 tonna szemetet gyűjtöttek össze. Az erdőben nem csupán a migránsok után maradt szemét, hanem egyéb háztartási és fém hulladékot is találtak, ezért nagyon fontos, hogy azt összegyűjtsék, mondták a szervezők. Nyilván nem vagyunk mi elegek, hogy az egész erdőt feltisztítjuk, de úgy vélem, hogy ez egy fontos üzenet a polgároknak, fontos kezdeményezés, és egyfajta megbeszélés, nyomásgyakorlás a szervekre, hogy ők is részt vegyenek, és most látjuk, hogy most is részt vettek, donációt is kaptunk a Csisztotya közvállalattól, szóval több szinten, több féleképpen hatunk arra, hogy ez egy jó hosszú távú cél legyen, hogy minél jobban kitisztítjuk az erdőt. A munkaakciót az Ekoszlávia Polgári Egyesület, az Óvjuk meg Szabadka Erdeit Polgári Kezdeményezés és a Panonci Hegymászó Egyesület szervezte a Szabadkai Köztisztasági Közvállalat és a Vajdaság Erdei Közvállalat támogatásával.